Tegyük rendbe Budapestet, tegyük rendbe a Lánchíd ügyét. Az utóbbi napokban mind olyan médiahírek jöttek ki a Lánchíd felújításával kapcsolatban, mint hozzám is olyan információk jutottak el, amelynek kapcsán felszólítom a jelenlegi városvezetést, Karácsony Gergely főpolgármester urat, hogy állítson fel azonnal vizsgálóbizottságot a Lánchíd felújításának az ügyéről. Hiszen az nem lehet, hogy a Lánchidat, a főváros és a nemzet egységének szimbólumát egyfajta korrupció gyanúja lengje körül. Azt gondolom, hogy ebben az esetben nagyon sürgősen egyfajta politikai felelősségre vonásra kell majd abban az esetben gondolnunk, hogyha olyan tények derülnek ki, amelyek ezt alátámasztják. Felszólítom tehát Karácsony Gergelyt és a közgyűlést, hogy azonnal állítson fel vizsgáló bizottságot az SMS 48-49. Paragrafusa alapján. Ráadásul azt is hozzá kell tennem, hogy a Lánchíd szimbóluma az nem csak ebben az ügyben lett egy nagyon szomorú szimbólum, hanem az egész felújítás után bekövetkezett forgalmi rendváltozást kapcsán is, ugye, kialakult egy olyan szerencsétlen helyzet, ahol a Jobbik konzervatívok nevében én a Karácsony Gergely féle kamukonzultáció kérdéseit nyújtottam be az egyébként Karácsony Gergely által kinevezett választási iroda munkatársainak, akik ezt elutasították, ezzel is bizonyítva, hogy a Karácsony Gergely féle online felmérés az gyakorlatilag egy kamukonzultáció volt, nagyon hasonló a fideszes kormány nemzeti konzultációjához. Ezt természetesen nem fogjuk annyiban hagyni, és benyújtjuk azokat a kérdéseinket, amelyben aztán egyértelmű választ adhatnak a budapesti polgárok június 9-én, hogy mi legyen a forgalmi rend, hogy az autók áthajthassanak-e a Lánchidon. Viszont felszólítom a jelenlegi fideszes kormányt, hogy azonnal fizesse ki a Budapestnek járó 6 milliárd forintos támogatási összeget, attól függetlenül, hogy a budapesti polgárok hogyan döntenek a Lánchíd forgalmától. Ugye tudjuk, hogy az eredeti stratégiai megállapodásban valóban az volt benne a kormány és a főváros között, hogy vissza kell állítani az eredeti forgalmi rendjét a Lánchídnak. De én azt kérem a fideszes kormánytól, hogy ettől függetlenül tartsák tiszteletbe a budapesti polgárok véleményét, és attól függetlenül, hogy mi lesz a végleges döntés ez ügyben, reményeim szerint június 9-én egy helyi népszavazás után azonnal utalja át a budapesti polgároknak járó 6 milliárd forintos támogatási összeget. Ennek kapcsán egyébként petíciót is indítottunk, felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ezt a petíciót támogassa, a tegyük rendbe budapestet.hu honlapon van erre lehetőségük, és végezetül Ceterum Censeo, Karácsony Gergely álljon elő végre egy hihető magyarázattal az adománygyűjtő ládikákkal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy miért ütötte el a villamos, mit pénzeztek Márki-Zay Péterrel és a Bajnai Gordonhoz kapcsolódó háttéremberekkel, hiszen ez a jelenlegi helyzetben egy választás előtt minden magyar polgárnak egyfajta olyan iránymutatást adna, ami aztán befolyásolhatja a politikai döntésüket.